Ünnepélyes bizonyítványosztásra gyűltek össze a fogvatartottak az ország legnagyobb büntetés végrehajtási intézetének színház termében, Szombathelyen. Az intézményben kezdetektől dolgozhatnak és tanulhatnak is a fogvatartottak, ám az érettségi vizsgáig most először jutottak el a felnőtt diákok. Szépen felkészültek. Így értékelte a vizsgaelnök az érettségizők teljesítményét. Közepes, jó és jeles minősítések kerültek a bizonyítványokba. Lehet, hogy a falon kívül, ahol sokkal több az inger, és az emberek sokkal több lehetőséget közül választhatnak, elhanyagolták volna a tanulást. Ezzel az érettségivel reméljük közelebb kerültek ahhoz, hogy egy szebb jövőkép vázolódjék az önök előtt. Szűcs Tamás több szakmával is rendelkezik, az érettségit azért tűzte ki célul maga elé, hogy szabadulása után könnyebben tudjon visszailleszkedni a társadalomba. Azt szerettem volna, hogyha otthon is büszkék rám, és szerettem volna az, hogy az érettségi bizonyítvány sikerüljön, plusz az idegen nyelv, és én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a mai társadalomban az embernek meglegyen az érettségie, és idegen nyelvet is tudjon. Szombathelyen a fogvatartottak nagy része dolgozik, és mintegy 10%-uk tanul. 142 fogvatartott kezdtőnek konkrétan a 2016-10-es tanévet szeptemberben. Sajnos egy páran nem morzsoltak, hogy elhangzott, nem mindenki a saját hibájából, akiknek elszállítottuk más B-vintetbe, ott folytathatták természetesen a tanulmányaikat, és hogy elhangzott, 96-an fejezték be itt nálunk a tanévet. Az általános és középiskolás fogvatartottak heti 3 délután töltöttek a börtöniskolában. A tanulást az intézmény ösztöndíjjal is támogatja.